az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a lelkeddel. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm főtisztendő Máger Róbert irodaigazgató urat, aki az idei évben tartja nálunk a Szent Orbán pápa búcsúját. Ezen a napon együtt könyörgünk azért, hogy a mindenható Isten áldásban részesítse a szőlőinket, áldásban részesítsen minket is. És szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket is, akik a ma este itt vannak, hogy velünk együtt ünnepeljenek, hogy együtt adjunk hálát és kérjük az áldást. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon köszönöm plébános úrnak a szívélyes meghívást, hogy itt lehetek ezen a szép helyen a kedves testvérekkel, ezen a szép ünnepen, amely ünnep üzenni akar nekünk, a szívünket, lelkünket akarja minden ünnep, így Szent Orbán pápa ünnepe is megérinteni, hogy valamivel gazdagodva szívünkbe, lelkünkbe tudjunk hazatérni az ő példájával, az ő közbenjárásával. Hogy tiszta lélekkel tudjunk ma is együtt ünnepelni, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és holasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmez, Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te
Mindenható örök Isten, te megadtad Szent Orbán vértanúnak, hogy mint halálig küzdjön az igazságért. Közben járására segíts minket, hogy szeretettel és türelemmel viseljünk érted minden megpróbáltatást, és teljes erőnkből törekedjünk hozzád, mert egyedül te vagy számunkra az élet. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jeden Tagen brachten die Begleiter des Paulus ihn nach Athen. Mit dem Auftrag an Silas und Timotheus, Paulus möglichst rasch nachzukommen, kehrten sie zurück. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sagte: Athener, nach allem, was ich sehe, seid ihr besonders fromme Menschen. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als brauche er etwas, er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten. Denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, begegnen wir, bewegen wir uns und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seiner Art. Da wir also von Gottes Art sind, dürfen wir nicht meinen, das Göttliche sei wie ein goldenes oder silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, lässt jetzt den Menschen verkünden, dass überall alle umkehren sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt, und vor allem Menschen dadurch ausgewiesen hat, dass er ihn von den Toten auferweckte. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, andere aber sagten: Darüber wollen wir dich einmal, ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der Areopagit, außerdem eine Frau namens Damaris und noch eine andere. Hierauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Szent Orbán Pápa, köszöntünk téged! Szent Orbán Pápa, köszöntünk téged! Uram, örül a király erődnek, segítségeden újjong nagy vidáman. Megadtad neki szíve óhaját, nem tagadtad meg tőle ajka sóhajtását. Szent Orbán Pápa, köszöntünk téged! Alleluja, alleluja! Szívedem és ajkadon, a bőtős ülő módon gyöldök, Szent Orbán Pápa, az Atya, Fia és a Alleluja! Ha nincs az Úr velünk, vallja meg Izrael, ha nincs az Úr velünk, Alleluia.
Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még sok mondani valóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az atyámé, az enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim, egy búcsú, egy templomnak, egy kápolnának a búcsúja minden évben alkalom arra, hogy egy kicsit megálljunk, alkalom arra, hogy erőt merítsünk annak a példájából, akinek a tiszteletére elődeink egy templomot, egy kápolnát építettek. Nagy öröm most itt ünnepelni bátaszéki testvérekkel Szent Orbán pápa tiszteletére emelt kápolna előtt. Ez az ünnep, ahogy hallom, évről évre összehozza a helyieket, összehozza a közösséget, hogy méltóképpen összefogva tudják megtartani ezt a szép ünnepet. Szent Orbán, ugye hagyományosan a szőlőtermesztőknek a védőszentje, a kádárok, kocsmárosok védőszentje, de itt Bátaszéken mindenki a saját védőszentjének tarthatja őt, hiszen közösségileg kérhetik a testvérek az ő közben járását. Különösen azért, mert ez a kápolna az 1739-es nagy pestis járvány után összefogásból és fogadalomból épülhetett. Mindig érdemes visszatérni a gyökerekhez, visszatérni ahhoz a kérdéshez, hogy mi miért is történt, miért is emelték elődeink ezt az épületet. Ez a szomorú esemény ugyanis megerősítette őket a hitben, az Istenhez való odafordulásban. A nagy bajban, nagy tragédiában ugyanis alapvetően két lehetőség áll az ember előtt. Vagy teljesen kétségbe esik, elveszti a hitét, reményét, vagy mondhatjuk úgy, hogy összeszedi magát, hogy talpra áll, hogy végig gondolja, hogy mi az igazán lényeges az ő életében. Elkezd a lényeges dolgokra figyelni. Rájön, hogy nagyon sok járulékos, lényegtelen dologgal foglalkozunk a mindennapokban. De egy krízis helyzet az lehetőséget teremt arra, hogy összeszedjük magunkat. Napjainkban mondhatjuk, hogy ugyanezt tapasztaljuk. Tapasztaljuk, hogy a jólét az mennyire közömbösséget teremt az ember szívében, lelkében. Mert egy hamis biztonságérzettel ajándékozza meg az embert. Úgy gondoljuk, hogy mi mindennek az urai vagyunk, megvan mindenünk, amire szükségünk van. De amikor jön egy nehézség, akkor az ember elgondolkodik, hogy kinek is köszönheti az életét, kinek is köszönheti a javait. Az elmúlt esztendőkben mi is sokféle nehézséggel találkoztunk. A koronavírus járványnak a különféle hullámait éltük át. Most pár hónapja szomszédunkban háborús konfliktus zajlik, és halljuk a híreket, hogy
még mennyi minden nehézség várhat ránk, akár járvány, akár háború tekintetében. Ezek a hírek sokszor nem megnyugtatóak a számunkra. De a kérdés, hogy mit kezdünk ezekkel a hírekkel, mit kezdünk ezzel az igazán nehéz és feszült helyzettel, amiben vagyunk, amiben az emberiség van, de amiben mi konkrétan is benne vagyunk. Nem tudjuk ezektől az eseményektől függetleníteni magunkat. Orbán pápa üzenete, mondhatjuk azt, hogy ma is teljesen aktuális. Ő is egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vezette az egyházat. Volt Szent Péternek az utóda, Róma püspöke. És az ő ünnepe bennünket most a mai napon megállásra késztet. Álljunk meg és gondolkodjunk el azon, hogy mit is teszünk. Hogy kétségbe esünk, hogy panaszkodunk, hogy elkezdünk másokat hibáztatni a különféle nehézségekért. Vagy éppen szembenézünk bátran az eseményekkel, szembenézünk önmagunkkal, szembenézünk embertársainkkal, és szembenézünk az Istennel. Mit köszönhetünk az Istennek? Mindent. Rádöbbenünk arra, testvéreim, hogy az az evangélium, amelyért Szent Orbán, mint vértanú, az életét adta, ez az evangélium ma is aktuális. Nem letűnt koroknak az üzenete, hanem a ma élő ember szívéhez is el akar jutni. A Szentlélek el akarja juttatni mindnyájunk szívéhez az evangéliumnak az üzenetét, azt az örömhírt, amely képes fellendíteni az életünket, amely képes reményt adni azokban a nehéz szituációkban is, krízis helyzetekben, amelyekben vagyunk, vagy majd éppen leszünk. Tudjuk, hogy egy roppant érdekes történelmi helyzetben volt Szent Orbán is, amikor Szent első Kallisztus pápa után átvette Róma püspöki székét. És amikor elvállalta ezt a püspöki tisztséget Kallisztus után, aki szintén vértanú volt, akkor gondolhatta, hogy hát rá is nagy valószínűséggel hasonló sors vár, hogy nehézségekkel kell szembenéznie. És bátran igent mondott a Szentlélek kiválasztására. Bátran igent mondott, mert tudta, hogy ez a feladata, hogy Isten igéjét abban az adott helyzetben, életállapotban, történelmi környezetben, amiben volt, amiben élt, abban kell tovább adnia. Nem tántorította el semmi hivatásának, a szent szolgálatnak a gyakorlásától. 8 éves pápasága alatt nagy erőfeszítéseket tett a kereszténység terjesztése érdekében, a misszió érdekében. Számtalan embert térített a keresztény hitre, és éppen ez lett az, amiért őt bevádolták, amiért vértanú halált kellett szenvednie. De ő bátran vállalta, még a római törvényszék előtt is, és azt mondta, igen, én arra csábítom az embereket, hogy az istentelenség útjáról az igazság ösvényére térjenek. Ez azóta is az egyház feladata, és ez azóta is mindnyájunk feladata. Ehhez az igazsághoz, amit felismertünk Krisztusban, ehhez az igazsághoz ragaszkodni. És mondhatjuk, testvéreim, hogy manapság ugyanerre a bátorságra van szükség, hogy felvállaljuk azt, hogy mi Krisztus igazságát akarjuk hirdetni ebben a világban. És nem csak hirdetni, hanem továbbadni. Továbbadni gyermekeinknek, unokáinknak, a körülöttünk élőknek, embertársainknak, azoknak, akikkel egy településen élünk, egy munkahelyen dolgozunk, egy közösséget alkotunk. És be kell látnunk azt is, hogy ma sem jobb és nem is rosszabb a helyzet, mint Orbán pápa idejében. Hiszen a világ nagy része tulajdonképpen nem akarja az igazi, hiteles, krisztusi üzenetet elfogadni, és ágál ez ellen, hol véres, hol vértelen eszközökkel, de igyekszik a mai világ is a keresztény tanítást háttérbe szorítani, ellehetetleníteni, vagy éppen
nevetségessé tenni, az egyházat hitelteleníteni az emberek szemében. Látjuk, tapasztaljuk ezt különféle eszközökkel. Ma is vannak vértanúk a világ számos pontján. És mi is sokszor tapasztaljuk ezt az ellenállást. Ha nem is fizikailag kell az életünket adni Krisztusért, de ahhoz, hogy igazán hiteles keresztények legyünk, hogy az igazsághoz ragaszkodjunk, ahhoz sokszor szembe kell szállnunk a világ szokásaival, divatjával, hogy nem belesimulunk abba, amit a világ nekünk tanít, hanem bátran megmutatjuk, hogy van más út, az igazságnak az útja, amelyet mi nem magunknak vindikálunk, hogy miénk az igazság, hanem tudjuk, hogy Krisztus maga az igazság, és mi az ő személyét akarjuk felmutatni a világnak, az ő szeretetét akarjuk eljuttatni az embereknek. Sokszor úgy érezhetjük magunkat, mint Szent Pál apostol az Areopáguszon, Atén főterén, amikor a beszéde után csak úgy legyintettek az emberek, hogy erről majd még máskor is meghallgatunk téged. Ez volt a mai Szent Lecke, németül hangzott el, nem biztos, hogy mindenki értette. De erről szólt, hogy Pál apostol Aténbe érkezve milyen bátran tesz tanúságot Krisztusról, és amikor a feltámadásról kezd beszélni, akkor legyintenek rá az emberek, eloldalognak. És csak néhány embert tud megtéríteni Atén városában. És ez a közömbösség, amit itt látunk, ez a rossz indulat, ez sokszor bennünket is körülvesz. A mi életünkben is tapasztaljuk. És ennek ellenére Orbán pápának a példája, akinek a tiszteletére mai napon ilyen szép számmal összegyűltünk, arra bátorít bennünket, hogy vállaljuk föl ezt a hitet a mai világban is. Ahogy Szent Pál apostol, Orbán pápa és az egyház szentjei, akiket nem véletlenül tisztelünk, nem véletlenül állítjuk magunk elé az ő példájukat, ők bátran szembeszálltak koruknak a divat irányzataival, és bátran hűségesek maradtak Krisztushoz. Nem adták föl ezt a küzdelmet. És bátorítást ad erre vonatkozóan nekünk a mai evangélium. Szóval Jézus megígéri, hogy mindvégig az ő egyházával marad a Szentlélek. Ez a mi reményünk, hogy nem a magunk okossága szerint kell alakítanunk az életünket, hanem a Szentlélek az, aki vezeti az egyházat. Különben nem maradhatott volna fönn a mai napig az egyház, mint közösség, hanem a Szentlélek vezetné. És ha nem kellene nekünk, az egyház tagjainak nap mint nap a megújulás útjára lépni. Jézus megígérte, hogy a Szentlélek által mindvégig egyházával marad. Ez a nagy bíztatás számunkra is, hogy nem vagyunk egyedül, hogy nem nekünk kell egyedül megküzdenünk a világgal, a gonosszal, hanem a lélek erejében Krisztus tanítványaiként járjuk ezt az utat. Így élünk ebben a világban. Jézusnak az a kijelentése, hogy még sok mondani valóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek a világ végéig állandóan végzi az ő megvilágosító és megszentelő tevékenységét az egyházban. Hiszen Jézusnak mindössze 3 éves tanítói működése során nem volt lehetőség, hogy minden ismeretet átadjon az apostoloknak. De amikor eljön a Szentlélek, akkor megígérte, hogy a Szentlélek megvilágosít benneteket, a Szentlélek vezet benneteket, és hogy a teljes igazsághoz elvezet titeket. Ráadásul ehhez szükség volt a húsvétnak, a feltámadásnak a megtapasztalásához. Ezért sem tudott Jézus földi élete során, amikor éjt-nappallá téve együtt volt tanítványaival, városról városra járta a településeket, találkozott az emberekkel, meggyógyította a betegeket, csodákat tett, hirdette, hogy elérkezett az Isten országa. Nem tudott mindent
átadni, mindent megmutatni, mert valamit csak a feltámadás fényében értettek meg maguk az apostolok is. Sőt, még a feltámadás után is arról szólnak az evangéliumi beszámolók, hogy sokszor értetlenkednek az apostolok. Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát. Még mindig valamilyen emberi megváltást, emberi szabadulást, emberi dicsőséget várnak. És ez majd Pünkösd ünnepével változik meg, amikor imádkozva várják a Szent Lelket. És a Szent Lélek kiárad rájuk, és akkor már nem az emberi okoskodás lesz a fontos, hanem hogy a Szent Lélek indításait hogyan tudják követni. Ez nem jelenti azt, hogy nem hibázhatnánk az egyház tagjai, vagy az egyház vezetői is, bűnösök vagyunk mindnyájan. De követjük, akarjuk követni a Szent Lélek indításait. És húsvét fénye, még a húsvéti időben vagyunk, Pünkösd ünnepéig, ez különösen is megvilágítja a szívünket, lelkünket, hogy Jézus feltámadása ad értelmet mindennek, amit a Szentírásban olvasunk, de Jézus feltámadása ad értelmet mindannak, amit mi teszünk, mindannak, amit elődeink tettek, hogy bátran teljesítve a fogadalmukat ezen a gyönyörű helyen fölépítették ezt a kápolnát, hogy jel legyen számunkra az Isten szeretetének a jele, az Isten jelen létének a jele, ő közöttünk van, hogy Szent Lelkével szüntelenül gondot visel ránk. Szükséges éppen ezért, hogy ráhagyatkozzunk, testvéreim, a Szent Lélekre, hogy mindig fejlődjön a mi hitünk, és az ünnepek ebben segítenek bennünket. Évről évre visszatérnek, mondhatnánk, hogy hát unalmasak is ezek az ünnepek. De nem unalmasak, mert mindig valami újjal kívánnak megajándékozni. Az ünnepnek mindig egy új szeletét, egy új tartalmát bontja ki számunkra a Szentlélek. És kívánom, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk, érezzük meg, hogy itt és most, a mai napon mit akar nekünk üzenni a Szentlélek. Szent Orbán pápa példájával, ezen a helyen, hova összejöhettünk, mindazokkal a nehézségekkel, gondokkal, amelyeket a szívünkben, lelkünkben hordozunk mindnyájan, amit most ide hoztunk erre a szent helyre, amit felajánlhatunk a szentmisében, lélekben, felajánlásban. A Szentlélek fog bennünket megvilágosítani, hogy ráébredjünk, hogy mi az, ami igazán lényeges. Ahogy mondtam, amikor bajban vagyunk, krízisben vagyunk, akkor elmenekülhetünk, kétségbe eshetünk, vagy éppen a lényegre koncentrálhatunk. Ezt üzeni nekünk ez a mai nap, és Orbán pápa példája, hogy a lényegre merjünk koncentrálni, hogy a Szentlélek indításait merjük követni, hogy egyre jobban kibontakozzék bennünk a Szent Háromságnak az élete. Ezt jelenti a szentségnek az útja, nem valami elvont dolog az életszentség, amit a szentekben tisztelünk, hanem olyas valami, amire konkrétan mindnyájan személy szerint meg vagyunk hívva, hogy szentekké váljunk. Ez nem elbizakodottság a részünkről, hanem éppen az Isten üzenetéhez való ragaszkodás, nagy-nagy bizalom, hogy minden nehézség, minden gyarlóságunk ellenére előre haladhatunk a hitben. Testvéreim, imádkozzunk azért, hogy mindnyájunk életében, akik itt vagyunk, és azokéban is, akik otthon maradtak, akikkel találkozunk, akikkel kapcsolatba kerülünk, kibontakozzék a Szent Háromságnak az élete. Megérezzük, hogy jó mai világban is Krisztus tanítványának lenni, hogy érdemes áldozatot hozni, a nehézségekben is kitartani, felmutatni az igazságot, aki nem más, mint maga Krisztus. Ő az, aki vezet bennünket, és kívánom, hogy mindnyájan ezt tapasztaljuk meg, ezt vigyük haza, és ezt tudjuk megélni a mindennapokban. Amen. Testvéreim, Krisztus Urunk a béke fejedelme, kérjük az ő békéjét a magunk és az egész világ számára. Imádkozzunk Szent Atyánkért, Ferenc pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk egyházmegyénkért, László püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot.
kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének menyegzős köntösét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől. Kérünk téged, hallgass meg minket. Dicsőséges királyunk Jézus Krisztus, tiéd minden hatalom a mennyben és a földön, hallgasd meg esedező néped imádságát. Adj igazi és tartós békét földi életünkben, utána pedig védj fel minket az örök béke honába, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára. Jóságos Istenünk, áraszt áldásodat áldozati adományainkra, minket pedig erősíts meg abban a hitben, amelyről Szent Orbán vére hullásával tett tanúságot, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl a szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mi méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Szent Orbán hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyönges égében is hősi avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus a mi Urunk által. És ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőségedbe tölti a mennyet és a földet.
Uzsonna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Uzsonna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálódat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal, szent Orbán pápával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Bye.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, akihez és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Irgalmaz nekünk, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Irgalmaz nekünk, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Tisztás mondd, lecsét, rámunk
könyörögjünk. A szent áldozatban megerősödve kérünk, segíts meg, Istenünk, hogy Szent Orbán pápa csodálatos álhatatosságát követni tudjuk, és a kitartó hűség örök jutalmát elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által. Hálásan köszönöm Robi atyának a Szent Mise bemutatását és a Szent Beszédet. Köszönöm a Sombereki Kórusnak, hogy újra velünk voltak, és együtt énekeltek velünk, szépé tették a liturgiát. Most a Szent Mise záró áldásánál megáldjuk Szent Orbán pápát, kérve a szőlőket, a borra kérjük az áldást, és szeretném megköszönni még az önkormányzatnak nagylelkű segítségét és támogatását is. Könyörögjünk! Istenünk, te a világ kezdetétől fogva gondviseléseddel meghagytad, hogy a föld zöldellő füvet és mindenféle gyümölcsöt teremjen. Te magot adsz a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Add kérünk Szent Orbán közbeni járására, hogy ezt a földet, ezt a szőlőt, bőkezűséged és áldásod sokszorosan termővé tegye, emberkéz munkája művelje, s így gazdag termést hozzon, hogy néped adományaiddal eltelve, itt és mindörökké szüntelenül dicsérjen téged, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Én is köszönöm kedves testvéreknek, hogy együtt ünnepeltünk Krisztián atyának a meghívást, hogy erre a szép helyre eljuthattam ezen a szép napon. Vigyük haza magunkkal Szent Orbán pápa és ennek a szent helynek az üzenetét, Krisztussal, az ő szeretetében, az ő igazságában megerősödve. Így fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. És a te lelked. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.